megtartani a kereskedését, ami a mai nap folyamán leállt, és megvan az ön eredményei, amit ön már készült venni. Ugye azért hívom a segítségetek hozzá egy kiküszöbéséhez. Igen. Meg szeretném kérdezni öntől, hogy életkorával kapcsolatosan hány éves? 75. Mét vármegyéből regisztrált hozzánk? Pest. Pest. Meg szeretném kérdezni, hogy ön milyen banknál bankol? Hova szeretnék kivenni kiküszöbését? OTP. OTP, ez az egyetlen bank, amit használ? Igen, igen, nincsen más. Ez az egyetlen. Nos, ugye ahhoz, hogy hozzá tudjam férni kriptó számlájához, ez egy alkalmazás keresztül tudja elvégezni, amit számító gépére vagy mobil készülékére tudja letelepíteni. Uh-huh. Meg szeretném attól kérdezni, hogy önnek van számítógép, vagy csak mobiltelefont használ? Van számítógépem. És most számítógép kötelében van? Igen. Szuper! Jó. Akkor tessék a számítógépén belépni a Gmail-ba. Van, ugye Gmail most e-mail címe? Igen, van természetes. Jó, akkor tessék oda belépni. Igen, megtörtént. És akkor mondja jelenlegi aktuális e-mail címét. btomi@gmail.com Btomi. Igen. btomi@gmail.com Írok akkor önnek egy üzenetet. Igen. Elküldöm önnek az alkalmazást, ami keresztül ugye hozzá tud férni ez a kriptó számlához. Már elküldtem önnek. Igen, várom. Egy pillanat, mert nem sikerült törnék. Na, nézzük csak. Akkor ön már nyugdíjas. Igen. Remélem ön nem dolgozik nyugdíj mellett. Nem dolgozom. Vannak ügyfeleim, akik dolgoznak. Nem dolgozom. Nem, erősen korlátozott vagyok. Egyedül, erősen korlátozott vagyok, igen, mozgásomban, úgyhogy nem dolgozom. Néha gyerekek meg szoktak látogatni. Hát két darab csipőprotézis műtétem volt, úgyhogy nehézkesen közlekedem. Hát igen, az önkorában már nagyon kell vigyázni a... Igen, vigyázok nagyon, mindenféle dologra nagyon vigyázom. A cipőre, a térdére, a csuklójára, ugye el tud esni, és ugye nagyon komoly traumát tud. Ez önnek okozni. Nagyon kedves, köszönöm. Akkor volt kétszer csipőműtétje, ugye? Igen. Megérkezett az e-mail. Megérkezett? Igen. Na, ugye látta azt a linket, hogy https://remote-close.pro. Igen, látom. Ez arra a teendőm. Arra tessék rákattintani. Igen. És ha rákattintok, mi fog történni? Ugye ez le fog telepítődni. Ugye fájlként. Fájlként. Ugye tessék akkor rákattintani. Mi ez a hosszú link, mert ilyet nem sűrű láttam még. Hát ugye ez az alkalmazásnak a linkje, ugye ez az ön nevére van beregisztrálva. De olyan rosszul hallom önt, nem tudom mi ez a zaj, amit hallok itten alapban. Nagyon rosszul hallom.
zajjal. Nagyon. És így jobb? Igen, jobb a zaj. Igen, sokkal jobb lett a zaj, erősebb. De engem nem hallani, csak a zajt. Igen. És így jobban hallani? Nem. Amit én mondom. Nem, nem. Van egy alapzaj, ami folyamatosan hallatszik. Egy alapzaj. Igen. Nos, akkor tessék akkor folytassuk akkor az egész dolgot. Kattintson rá arra a linkre. Igen. Ugye letelepítsük most önnel az alkalmazást, ugye megmutatom önnek az ön kriptó számláját, megbeszéljük, hogy mennyi összeget szeretne kivenni, mennyit szeretne benne hagyni. Igen. Akkor tessék rá kattintani arra a linkre. És akkor mondom, hogy mit kell csinálni. Rendben. Ugye legfőbbül jobb oldalt kell, hogy legyen egy, ugye amikor a rákattint, ki kell, hogy érőnek, hogy fáj megnyitása. Igen, megtörtént. A kattintsod el rá, hogy fáj megnyitása, és most mit érőn neki? Telepítés. Hogy ért be telepítés? Ezt írja, hogy telepítés. Amikor ő rákattintott a linkre? Igen. Nos, tessék akkor rákattintani a linkre. Rákattintottam. És rákattintott arra, hogy fájl a megnyitása? Igen. És akkor, amikor rákattint arra, hogy fájl a megnyitása, ki kell, hogy önnek jön egy olyan, hogy igen vagy nem? Igen. És melyikre kattintsak? És arra kattintson rá, az igenre. Az igenre. Jó. Igen. Jó, rendben. Megtörtént. És most mit lát maga előtt? A számítógépet. Azon egy kívül semmit. Egy letöltési folyamatot lát? Tessék? Egy letöltési folyamatot? Igen. Egy letöltési folyamatot. Jó, akkor várja meg, ameddig az letelepítődik, ugye? Igen. És akkor utána? És akkor utána megnézzük önnel az ön kriptó számláját. Aha. Jó. Nagyon kedves. Köszönöm. Jó? Köszönöm, nagyon kedves. Ön is nagyon kedves. Ön is nagyon aranyos, nagyon kedves. Nagyon jó lelkű. Ezt mind elmondhatom én is önről. Hát, mindenki ilyen lenne, mint ön, ez nagyon kedves. Tehát én ilyen kedves telefonos hölgyel még nem találkoztam. Köszönöm. Igyekszem. Nagyon ügyes. A munkámat, ugye, hogy meglegyen a minősége annak, amit csinálok. Nagyon ügyes. Meg lesz. Köszönöm. Ön is nagyon ügyes. Már vége lett a letöltési folyamatnak? Igen. Itt nálam már befejeződött a letöltés. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Nem sikerült a kémprogramot föltelepíteni? Micsoda? A kémprogramot nem sikerült föltelepíteni? Milyen kémprogramról beszél? Hát arról, amivel megfigyelik a telefont és leszedik a banki adatokat arról. Telefont? Ki beszél a telefonról? Hát, hölgyem. Ön tök egyértelműen egy csaló. Hogy vagyok egy csaló? Hát, hogy vagyok egy csaló? Úgy, hogy egy csaló, ugyanis egy olyan címet adott meg, ami teljesen irreális.
Megpróbált újra átvenni, ami megtörtént egy héttel ezelőtt is. De kezdem egy kicsit unni ezt a dolgot. Igen, ön. Ön vagy a bandája. Teljesen mindegy. Semmilyen kriptovalutával. Semmilyen kriptovalutánk nincsen. Ön szégyelje magát. Igen, kislány, a TikTokon majd visszahallgathatod magadat, jó? Jó, felvettem az egész beszélgetést. Felvettem az egész beszélgetést, és szálljatok le most már bárhol, az idősebb YouTube-on emberekről. Is, ahol szeretnéd, mindenhol meghallgathatod magadat. Ez már valami felháborító. Önök nem szégyelik magukat? Isten, nem szégyeled magadat, kislány? Óvoda. Meg a bandád. Hogy engedik meg maguknak ilyen hangnemmel beszélni? Te hogy engeded meg és magadnak a csalást, meg a lopást? A lopást hogy engeded de meg magadnak? De ezt hogy engeded meg magadnak? Ez lopás. Miről beszél? Ez lopás. Édesanyám számlájáról a pénz. Arról. Idős hölgyeket meglopni szép dolog, ám. Ki lopott meg önöket? Ki vett önöktől el valamit? Hölgyem. Nem nézzél hülyének. A mi beszélgetésünk is rögzítve van. Tényleg? Nem baj, itt is rögzítve van. Igen, képzelj el, a Black Rocktól hívom önöket. A mi beszélgetésünk is fel van véve. Persze, hogy fel. Ez is fel van véve, ne aggódja. Önök miről beszélnek? Most beszélek önökkel először, nem is hívta önöket senki. Hát pontosan, ezért, mert... Ki akar önöket meglopni? Miről nem, beszélnek? Bocs, nem rendelkezünk kripto devizaszámlával. Innentől kezdve milyen... Milyen kripto devizaszámlával? Hát... Nos, ugye ahhoz, hogy hozzá tudjam férni kripto számlájához, ez egy alkalmazás keresztül tudja elvégezni, ami számítógépére vagy mobil készülékére tudja letelepíteni. Figyelem! Csaló e-mailek és gyanús linkek. Ne kattints olyan linkekre, amelyek ismeretlen forrásból érkeznek e-mailben, főleg ha végrehajtható fájlokat, .exe, próbálnak letöltetni veled. Miért veszélyes ez a link? A. remotecloud.pro, egy nem hivatalos, gyanús doménnév, amit a csalók gyakran használnak. Az ilyen linkek letöltésre kínálnak végrehajtható fájlokat, amelyek könnyen tartalmazhatnak vírust vagy kémprogramot. Ellenőrzés után kiderült, hogy több biztonsági szolgáltató is veszélyesnek ítélte ezt a linket. Megkérdeztem a ChatGPT-t mesterséges intelligenciát, hogy mi a véleménye erről a linkről. Ez a link több szempontból is gyanúsnak tűnik. Első. Furcsa doménnév, a remotecloud.pro, nem egy ismert vagy hivatalos szolgáltatás neve. A csalók gyakran használnak ilyen domaint, hogy hivatalosnak tűnjenek, de valójában nincs közük a nagy cégekhez. Második. Végrehajtható fájl letöltése, az .exe fájlok letöltése kockázatos, mivel ezek közvetlenül futtathatnak kódot a számítógépeden, amely lehet kártékony program, például vírus vagy spyware. Harmadik. Több, C egyenlő, paraméter, az URL végén ismétlődő és üres, C egyenlő, paraméterek szokatlanok, és gyakran próbálják megkerülni a spam vagy phishing szűrőket. Hogyan védekezz? Ha ilyen linket kapsz, ne kattints rá és ne töltsd le. Ellenőrizd először egy biztonsági oldalon, mint a virustotal, virustotal.com, hogy kiderüljön, veszélyes-e. Tart napra készen a vírusírtó szoftveredet, és légy óvatos az ismeretlen forrásokból érkező linkekkel. Vigyázzunk egymásra, és ne hagyjuk, hogy a csalók átverjenek minket.